Orosz Pállal beszélgetünk, megvan a második hely, magyar kupa győzelem. Pali, mit lehet erre mondani? Hát nagyon, nagyon csúcs teljesítmény. Nagyon-nagyon jó szezon futottak a srácok, hála Istennek, tehát sok munka volt benne mindenki részéről. Tomászék fantasztikusan szerepelnek a csapatot, akik a háttérben dolgoztak, kollégák, őnekik is külön köszönet, mert ők soha nincsenek így előtérben, és őnekülök ez nem működött volna így. De hát én azt mondom, hogy pont most mondtam a srácoknak még így a Honvéd meccs előtt, hogy nyerjük meg az ezüstöt, mert ugye bronzérmem már van, Liga kupa aranyom van, Magyar kupa aranyom van, most akkor van ezüst, mert most nem tudom, mondom, úgyis csak aranyat fogunk nyerni, de hát majd meglátjuk. Ha már így meglátjuk, szerinted mi volt köszönhető ennek a teljesítménynek a mai napon? Tehát, hogy a videóton ugye tartalékosan állt fel, azért azt el kell mondani, hogy Juhászról a Nikolic sérülés és Kaletájút sérülés miatt nem tudott játszani. Ugye nálunk is Gera Zoltán ugye pihent, ez befolyásolta a találkozót, vagy amúgy hiszem, is győzelem lett volna a vége? A találkozót, mert hogyha megnézzük, akkor igaz, hogy náluk is voltak sérültek, de nálunk is a fél csapat sérültek. Tehát azt mondom, hogy Mateusz, Malepa, Dilaver, Hajnal, Gera sorolhatnának. Busai, igen. Busai, akik nem tudtak játszani ezen a mérkőzésen, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a legerősebb Ferencváros játszott volna, de ma ez volt a legerősebb Ferencváros, nagyon jól játszottak a srácok, és annak ellenére, hogy konkrétan tétje már nem volt a mérkőzésnek, mert hát ugye az már eldőlt, hogy ezüstérmesek vagyunk, illetve a Vidi megnyerte a bajnokságot, amihez gratulálok neki, azért megmutattuk, hogy a bajnoknak egy hét alatt rúgtunk 6 gólt, úgyhogy nem kaptunk egyet se, azért én úgy gondolom, hogy ez jelent valamit jövőre nézve is. Igen, én is azt gondolom, hogy jelent valamit a jövőre nézve. Hát Európa Liga, sikerült. Ahogy a szurkolók szokták mondani, Európa, sikerült. Bent vagyunk, második selejtező körül, hogy a Magyar Kupa miatt. Nem, első. Vagy első. Megváltoztatták, sajnos. Igen. Milyen esélyeink lehetnek, vagy mikor van a sorsolás egyetem, Pali? A sorsolás az június 22-én lesz Nyomban, de most az a helyzet, hogy nem vagyunk kiemeltek, ezért nagyon kemény ellenfelet kaphatunk már rögtön az elején, tehát akár egy Dinamo Zagrebet, vagy nem is tudom, kiket kaphatunk. Hát fel kell készülni, én azt mondom, hogy a mostani csapatunk azért erősebb, akkor a fluktuáció nem lesz, mint amekkora tavaly volt, tehát akik jönnek, azok erősítést fognak jelenteni, a csapatnak a gerince megvan, szeretnénk nyilván mindenki tovább eljutni, azért ahhoz, hogy a csoportkörbe eljussunk, 4 fordulón kellene túl lenni, tehát azért az egy nagy bravúr lenne. Meglátjuk. Hát én biztos vagyok benne, ismerve Tomászékat, hogy maximálisan fel fogunk készülni, mi a hátteret biztosítani fogjuk hozzá, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Ahogy ő mondta, mindig a következő meccsre fogunk figyelni. Ha már így beszéltünk a következő mérkőzésről, és ugye te is most a Liga Kupa esetleges megnyerése, ugye az MLS úgy határozott, hogy megszüntetik a sorozatot, azért elférne a Fradi vitrinjébe egy utolsóként, hogy megnyernénk. Van-e? Azt is a videó ellen, de... Nézd, hát természetesen meg akarjuk nyerni, de az is benne van azért, hogy nem fog minden játékos rendelkezésünkre állni. Ugye a sérülteket már említettem, van olyan, akit elenged Tomász, tehát a legfontosabb az, hogy a felkészülés el tudjon kezdődni időben és jól. És hát természetesen remegyünk Debrecenbe, ugye volt egy olyan lehetőség, hogy akarunk-e jelentkezni a rendezésre, mi nem akartunk jelentkezni a rendezésre, mert igazából ugye ez a rendező klubnak a költsége, és hát a Liga Kupát ismerve azért olyan nagyon nagy tömeg nem várható a döntőre, úgyhogy ez egy nagyon ráfizetés is valami lett volna, és Tomaszékkal megbeszéltük, hogy nem is nagyon szeretnénk ezt, hanem elmenjünk Debrecenbe, aztán megpróbálunk ott nyerni, ha nyerünk, úgy fogunk oda menni természetesen, hogy nyerni szeretnénk, hát mindig nyerni szeretnénk, meg egy kupa döntőben másképp nem is lehet. Ha már így beszéltél az előbb az erősítésekről, azt szeretném, az információim, ha igazak, Radu András, illetve a télen szerződtetni kívánt brazil labdarúgó mindenképpen érkezik a Ferencvároshoz, ezt megerősítheted? Nem. Cáfolhatod, vagy mit gondolsz erről? Egyáltalán nem tudom megerősíteni. Radóval kapcsolatban semmiféle előrelépés nincsen, tehát igazából mi adtunk egy elég komoly ajánlatot ugye múlt szezonban, és... akkor azt mondták, hogy nem eladó ennyiért, többet szeretnének, hát most nyilván annyit nem adnánk már érte, mert nem olyan helyzet van, de nem. És a brazil labdarúgó? Rólam... Több brazil is van a látókörünkben egyébként, de nem, tehát másfelé nézegetünk jelen pillanatban. Mondom, vannak brazilok, és elképzelhető, hogy lesz olyan brazil, aki érkezik, de most más irányba tárgyalhatunk. A Nemzeti Sport statisztikája szerint az átlag nézőszám ilyen 9000 körül, de lett ebben a szezonban, hát nem az lett, amit azért várhattunk, ugye másfélszeres növekedést vártunk. Igen. Lesz-e megegyezés a szurkolókkal? Hogy lehet, hogy utolsó? Lesz-e megegyezés a szurkolókkal? Én ezzel nem foglalkozom meg, amíg őszintén, tehát én csinálom a dolgomat. A szurkolók, aki szurkolni akar a csapatnak, az bejön, aki nem jön be, azt tényleg sajnálom, hogy nem jön be, de remélem, hogy a csapat teljesítményét látva előbb-utóbb be fog jönni. Én nem hiszem, hogy bármiféle olyan indok lenne, ami reálisan kitarthatná azt, aki szurkol a csapatnak.
ugye itt volt az, hogy a vénaszkenner, hát a vénaszkennert most már láthattuk, hogy 60 ezer fölötti új kártyásunk van ebben a stadionban, senkinek semmi baj nem lett abból, hogy szkennelt. De hát én úgy gondolom, hogy ez egy mondva csinált indok, hogy mi van igazából a háttérben, azt nem tudom megmondani. Nyilván örülnék neki, hogyha még többen lennénk, de Magyarországon így is tudom, hogy magasan vezetjük a tabellát olyan szempontból, hogy a mi mérkőzéseinkkel vannak a legtöbben. Tavaly futottunk egy olyan évet, amikor a legnagyobb látogatottságú hazai meccseink nekünk voltak, idén is meg fogjuk közelíteni ezt. Hát én azt hiszem, hogy elégedett vagyok vele. Amit sajnálok az, hogy az Európa Ligára visszatérő, ugye, hogy most az Európa Liga az első mérkőzés zárkapuk között kell játszik. Tehát ez nagyon nehéz lesz a csapatnak, és ezt érteni kell a szurkolóknak is, hogy ezzel nem minket büntetnek, ezzel a csapatot büntetik a srácokat. Tehát engem lehet szeretni, vagy nem szeretni, vagy a Tivatok Gábor szeretni, vagy nem szeretni, de valaki szurkolni akar a csapatnak, akkor jöjjön be, szurkoljon a csapatnak, aztán egy. Igen, ha már így beszéltél az Európa Liga első selejtezőkéről, a második selejtezőkben ugye már lehetnek nézők. Ha esetleg mégis félrekerülnek a sérelmek, mert sok sérelem van itt a háttérben, akkor azért nem lenne mindegy, hogy mondjuk egy teltház fogadná a csapatokat, vagy csak mondjuk 8000-10000 ember. Én nem mondom, hogy csak 8000-10000 ember fogadná a csapatokat, mert akikre most te gondolsz, azok nem jöttek be ugye az Újpest elleni meccsre, és teltház volt. Tehát, hogyha olyan mérkőzéseket játszunk, akkor teltház lesz. Abba biztos vagyok, hogy nagy létszám előtt fogjuk játszani, mondom, én ezt az első meccset nagyon sajnálom. Jó, köszönjük szépen az egész éves pontunkat. Köszönöm.